vegan and you know it. Szép napot kívánok! Itt a zöldella.blog.hu oldalnak a blog csatornája látható, és ez a videó egy unboxing videó, illetve kis helyzetjelentő beszámoló, hogy miért nem voltak videók az utóbbi időszakban. Úgyhogy kezdjünk is bele! Az első, amit nagyon-nagyon szeretnék megmutatni, és az unboxing videónak a tartalma, ő egy Nikon D2500-as gépnek a kidobozolása lesz. Ugye tök kedveltek ezek a kicsomagolós videók az interneten, és mivel még én sem bontottam ki, ezért arra gondoltam, hogy csinálok én is 2015-ben egy unboxing videót. 2015 végén, ez 2013-ban kijött fényképezőgép típusról, de hát most ez van, én őt tudom kidobozolni, kicsomagolni. És lényegében ezért is maradtak el a videók, ugye főleg a hol videók, a szerzeményes videók, a termékbemutatós videók, mert hogy a kamerára gyűjtöttem, ilyen egyszerű. Mondjuk nem így akartam megvenni, mert két objektívvel szerettem volna megvenni, de már nem bírtam kivárni. Úgyhogy megvettem egy objektívvel, és akkor a másikat azt majd valamikor a remélhetőleg közeljövőben szintén meg fogom tudni venni. Illetve szerettem volna egy kicsit fejleszteni, úgymond a videózási technikámat, lehetőségeimet, hogy egy kicsit jobb minőséget tudjak produkálni. Illetve nem tudom, hogy mennyire látszódik a fényeken, de már este van, sötét van kint, és elméletileg szépen látszom, tisztán, kivehetően nem vagyok sárga, nem vagyok homályos, és ez pedig a softboxnak köszönhető, amit szintén a közelmúltban szereztem be. Ebből még csak egyet sikerült begyűjtenem, de remélem, hogy a közeljövőben szintén fogok tudni venni még egy softboxot állvánnyal és az égő biókával, amiben bele kell csavarni a foglalattal. Igen, amiben ugye bele kell csavarni az égőt, mert ezt is szeretik külön árulni. Szóval egy softboxnak a beszerzése is emberi áron az nem annyira egyszerű. Úgyhogy ezek voltak legfőképpen az okai annak, amire elmaradtak a videók. Illetve a másik, amilyen elmaradtak a videók és a posztok, mert egy kicsit a szakmai életemre kell koncentrálnom, tehát sokkal több energiára van szüksége a szakmai fejlődésemnek, és most azt kell előtérbe helyezni. Most eljött egy olyan életszakaszom, hogy a szakmai fejlődésemre, konkrétan a doktorimra, sokkal több energiát kell befektetnem, hogy eredményes legyen, hogy jó legyen, hogy meg tudjam csinálni, és még nem találtam meg az egyensúlyt a doktorim és a blog, illetve ugye a YouTube csatornáim között. Ebben nagyon igyekszem, meg igyekszem majd ugye persze a posztokat is írni, illetve a videókat is csinálni, de az elsődleges nekem most az, hogy a szakmai utamon haladjak és fejlődjek, de hát majd kiderül, én igyekszem, hát ugye ő itt van, és nem véletlenül van itt, ugyanis neki is kettős funkciója van. Ugye, hát ez egy tükörreflexes fényképezőgép, ugye minőségi szép képeket tud csinálni, meg videókat is nagyon jókat tud csinálni, nagyon-nagyon lecsekkoltam különböző oldalakon, videókon, hogy mit tud ez a kamera, és hogy milyen lehetőségeim vannak vele. Ugye a Nikonnak a nagy versenytársa az a Canon, vagy a Canon, ki hogy mondja. Viszont van egy tök jó összefoglaló, egy ilyen tök jó összehasonlítók, és simán lenyomja ez a típus is a Canont. Tehát, hogy tudja bőven azt, amit például a Canon D700-as
és az drágább, ez meg olcsóbb volt. Illetve ugye a Nikonnak ugye vannak ilyen sorozatai, van a D3000-es sorozat, a D5000-es sorozat és a D7000-es sorozat. A D3000-es sorozat közül egyikben sem gondolkoztam, mert valamilyen nekem még évelején bekattant az, hogy én a Nikon D5200-ast akarom, és akkor ő kell, és senki más. Az 5100-asnak a, ugye a tovább fejlesztett változata a D5200-as, viszont már kijött a D5300-as, és kijött a D5500-as is. Sokat filóztam, és egóztam rajta, hogy de hát nekem akkor ebből a sorozatból lehet, hogy a legjobb kéne. Azonban itt is tök sok összehasonlító videót néztem, és a D5300-as nem tud sokkal, tehát nem tud többet, mint ez a típus, a 5200-as. Talán csak annyi, hogy az magasabb az ISO értéke. Az 5500-as meg annyival tud többet, hogy ott is azt hiszem az ISO szám nagyobb, illetve ott érintőképernyős a monitor, és beépített wifi van hozzá, az meg nekem nem kell. Úgyhogy a D7000-es széria pedig egyelőre nem egy kis fotósni éppen tanuló, videózást éppen próbálgató embernek a pénztárcájához van. Úgyhogy nekem ez a kép egy 10 éves álmomat valósította meg, és igen, még mindig nem nyitottam ki, majd mindjárt. Úgyhogy remélem, hogy minőségi változás majd érezhető lesz. Persze meg kell tanulnom használni a kamerát ugye mind a videózásban is, és mind a fényképezésben, az események fotózásánál, akkor ugye a tárgybefotózásoknál, a szételfotózásoknál, tehát hogy sokrétűen ki akarom használni, illetve egyébként a doktorimhoz is kell a fénykép, mert ott is van mit bőven fotózni, úgyhogy ott is majd gyakorolhatom ugye a használatát, illetve majd, hogy őt már be tudom üzemelni, akkor meg tudom mutatni, hogy ki, melyik az a kamera, amivel eddig dolgoztam. Egyébként ő egy Olympus SP810 UZ típus. Azt hiszem már nem lehet kapni, mert ugye én 2012. decemberében vásároltam. És egy nagyon szuper kamera, 36-szoros zoomja van, úgyhogy lehet vele holdat fotózni. Amikor megvettem, nekem ez volt a mániám, hogy én holdat akarok fotózni. Úgyhogy teljes mértékben ő beváltotta a hozzáfűzött reményeimet, azonban mivel autofókusza van, illetve nem tükörreflexes, ezért vannak korlátai, és én meg szerettem volna fejlődni a fotózásban. Természetesen ő is üzemben marad, tehát nem kerül leselejtezésre, nem is adom el, nem adom oda senkinek, hanem remélhetőleg majd a videóknál, akár a főzős videóknál, akár az eseménybeszámolós videóknál fog nagyon jól jönni, hogy van két kamerám. Mondjuk egy állványom van, tehát még egy lehet, egy plusz állványt is meg kell szereznem. Úgyhogy még bőven van mit csinálni. Mielőtt elkezdem a kicsomagolást, megmutatom, hogy beszereztem Nikon Camhoz egy 32 gigás kártyát, ez remélem elég lesz. Illetve egy nagyon jó kis táskát, fényképezőgépes táskát, ez valami Manfrotto nevű márka, nem tudom. Ahogy nézegettem, menő. Én fekete pénteken vettem. Úgyhogy remélem, hogy ő védeni fogja az én kis Nikonomat. Na és akkor tényleg nem szaporítom tovább a szót, akit érdekel, az most még tartson velem, és bontsa ki velem együtt a Nikont, és nézzük meg, hogy mi van benne. Tehát akkor kezdjük el a kicsomagolást. Ugye, hát itt ez fel van már bontva, de nem néztem bele, ugyanis a garancia jegyet azt ugye lepecsételték és belerakták. Úgyhogy én hát elég kimozgulok. Itt ez egy jótállási jegyes kiegészítés, ez a jótállási jegy, ez, bocsánat, ez itt egy kezelési útmutató, hát ezt majd
Bőven ki kell olvasnom, na, hogy látom, ez az egész csak magyar, úgyhogy lehet mit tanulni, mert nem egy egyszerű kamera. Ez valami szervízes lap. Ez szintén valami tájékoztató lap. Ez telepítő CD a képekhez. És most jön el a lényeg, a gép. Szuper. Na jó, amiért a gépet kibontjuk, nézzük, hogy kik a tartozékjai. Bocsánat, hogy csörgök. Ez az objektív. Ugye így néz ki. Hát, el sem hiszem, hogy végre a saját külön objektívemet fogom a kezemben. Jó, hát bocs, ez valakinek túlzás lehet, de hát szerintem ez gyönyörű. Ezt ide rakom. Így. Ez az akkumulátor töltő. Ja igen, itt, ezt ide be kell. Ott, remélem látszik, mert egyébként itt nem. Ja, jó. Tehát, hogy ide, ugye ezt így be kell pattintani. Így. Így, oké. És már is Európa kompatibilis. Tök jó. Akkor itt van a most lehet, hogy hülye név, ez a vezető száronyagba vakasztó. Hoho! Dum-dum! Hát én tuti, hogy ezzel feszíteni fogok. Minden olyan régóta vártam. Ezek. Nem tudom, milyen dugaszok. Ezt nem bontom most ki. Ez gondolom egy USB kábel. Ő itt az akkumulátor. Ilyen. Ja, a pótakkumulátort már egyébként kell vennem, hogyha, főleg, hogyha rendezvényeken fotózok. Akkor hogy bírja, és ugye ezen is egy ilyen kis védőkupak van, hogy ne sérüljön. Ja, őt is akkor így ide rakom. Itt is tarararam-dam-dam-dam-dam-dam, dobpergés, dobpergés. Ó, ő itt a... Na, már mindjárt mutatom, de ez a kukucska. Remélem látszik. Ja! És ő itt. D5200. Gyönyörű, nem? Mindjárt elsírom magam, olyan szép. És ami lényeg, hogy miért akartam őt, azért, mert videózásnál elég nagy segítség, ha van kihagyható képernyő, amit el lehet forgatni. És ugye akkor az ember látja magát, és nem bénázik úgy, mint most, hogy nem tudom, hogy biztosan benne van-e minden. Ja igen, majd még ugye erre is be kell szereznem egy védő plexit, vagy üveget, vagy mit. Tehát akkor... akkor először az objektívről leveszem a liszört, és utána ezt a védő bigyót. Akkor addig lerakom így. Leveszem. Másik irányba.
azt is a védősapkát. Ha, de menő a tükör! És bepattintom az objektívet a helyére. Igen, másik. Akkor két fehér pöttynél kell összeinteni és ugye eltekerni. Remélem fel van töltve az aksi, legalább egy picit. Már majdnem megvan. Akkor jöhet a bénázás az SD kártyával. Remélem, eddig minden látszódott. És nem hoztam ide ollót. Úgyhogy szőkenős megoldást fogok alkalmazni. Bocs mindenkitől, akinek ez most fáj, de eléggé türelmetlen vagyok már, hogy ezt megvalljam. Harminckét gigásunk készen áll a bevetésre. Amit nem mindig nem erre az oldalra kell. Tehát egyébként de valami tényleg rengeteg videót megnéztem már. Ja, ott, igen. És akkor... fogjuk. Kinyitjuk. Elforgatjuk. Behagyjuk. Úristen, rattegek, hogy letöröm a pakket. Oké. Leveszem a Nikon vizéjét, de az objektív védőjét. Remélem, minden benne van. És doppergés, doppergés, doppergés. Tadám! Bekapcsoltam. És akkor azt hiszem mindentől már elszórakozom, mert már Olympus lemerül. Ó, és Go Vegan.